Dunabogdány számára az erdő, a fák közelsége mindig meghatározó volt. Az itt élők pontosan tudják, mi az értéke a Pilis erdeinek vagy a dunaparti fáknak. Éppen ezért jó számolni azzal, hogy ezeket az erdőket, fákat kezelni, gondozni kell. A fák sem élnek örökké, a fiatalításukról és pótlásukról folyamatosan gondoskodni kell. Ezeket a gondolatokat idézték fel a megjelent előjárók a Dunabogdányi focipálya mellett akkor, amikor a szavakat tettek követték, a hiányzó fákat végre pótolták. Schuster Gergely Dunabogdány polgármestere nem szívesen emlékezett vissza a 6 évvel ezelőtti kényszerű döntésére. Azt gondolom, hogy a településünk élen jár mind a fakivágásban, mind az újratelepítésben. Ami mögöttünk álló rész most egy kicsit kopár, azt, hogy őszinte legyek, én vágattam ki 6 évvel ezelőtt, mert egész egyszerűen baleset veszélyes volt, de a településünk arra is figyelmet fordít, hogy ezek a fák pótolva legyenek, és friss ültetések kerüljenek a helyükre. Én így szeretném megköszönni minden állami támogatást, amit ezzel kapcsolatosan kapunk. Ez majd önkormányzat részére gyakran komoly feladat lehet, több fának a vásárlása. Ezért köszönöm az államtitkár úrnak, hogy minket ebben támogat. Köszönöm a Pilisi Parkerdőnek, hogy minket ebben támogat. Így hát most 6 év elteltével újra befásul a focipályának a keleti oldala, de ugyanúgy, ahogy látták és jöttek már a településre be autóval, a kerékpáros út, a 11-es út mentén a település civil szervezeti erővel ültette újra, úgyhogy erre azt gondolom, hogy odafigyelünk. Fát ültetni a jövőbe vetett hit, fát ültetni esztétikai élmény, fát ültetni klímatudatos cselekedet. A 2019-ben meghirdetett országfásítási programot az ország 21 állami erdőgazdaságának a Dunakanyarban és így Dunabogdányban is a Pilis Parkerdő ZRT szakembereinek segítsége fogja támogatni. Az erdők, a fák nématársai az ember életének. De hogy még ennél is fontosabb jelentősége van, arról Orlóci László, a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke beszélt a faültetési ceremónián. A fa az mindig is jelkép volt, és az ősi népek között, így a magyar között is, vagy a magyarnál is, és a mindenféle közép-ázsiai népeknél is, vagy távol-keleti népeknél is, természeti népeknél a fa jelképez valami nagyon érdekes dolgot. Ahogy itt az előbb hallottuk, az élet, és ezt az életet úgy jelképezi, hogy van gyökere, ami talán egy a múltban, talán az alvilággal, talán a már elmentekkel való kapcsolatot jelképezi. Van egy koronája, ami mindig az égre mutat, és az mindig a túlvilági, vagy a fölöttünk levő hatalmas túlvilági kapcsolatot mutatja, és hát van a törzse, mert ez egy fa, aminek törzse van. És a törzse egy kapocs, amely összeköti ezeket a világokat. És ezt az ember érzi, amikor ránéz egy nagy fára, vagy beül alá egy nyári nagy melegben, akkor érzi azt, hogy ez a fa, ez segítséget nyújthat egyáltalán a földön való élethez, egyáltalán a nap mint nap gondjainak leküzdéséhez, ezért aki fát ültet, az erre is gondol. Tehát mindamellett, amit a klímaváltozással és mindamellett a biológiai értékkel kapcsolatban megjegyzünk, amellett azt is meg kell jegyeznünk, hogy ez egy jelkép, egy olyan szép jelkép, vagy egy olyan jó jelkép, amely a gondolkodó ember, az érző ember lelkét megnyugtatja és segíti eligazodni és élni ebben a világban. Hazán környezeti állapotáért érzett felelőssége és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés igénye ösztönözte az Agrárminisztériumot, hogy 2019-ben meghirdette az országfásítási programot. Azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra az ország erdővel és fával borított területe 27%-ra nőjön. Az országfásítási program keretében a kormány immár második alkalommal nyújtott támogatást az önkormányzatoknak. Az első programban 12 ezer nagyméretű sorfát ültettek el 475 településen idén ősszel. Tavasszal ezt megduplázzák, azaz 24 ezer sorfa lesz elültetve 887 településen. A vidékfejlesztési program erdőtelepítési pályázata az önkormányzatok előtt is nyitva áll,
minden településnek lehetősége nyílt arra, hogy saját erdőt hozzon létre, vagy a meglévőt megújítsa. Hangsúlyozta Szentpéteri Sándor, erdőkért felelős helyettes államtitkár. Aki fát ültet, bízik a jövőben. Kicsit elcsépeltnek tűnik ez a gondolat, mindnyájan ismerjük. Mi magyarok bízunk a jövőben. Bízunk abban, hogy a fával borított területeket növelni tudjuk ebben az országban. Érezzük a klímaváltozás hatásait, már nem csak az erdőgazdálkodásban, hanem a településeken is, hiszen gyakoribbak az időjárási szélsőségek, az aszályos és forró időszakok. Nem véletlen tehát, hogy Magyarországon Trianon óta az erdészek és a mindenkori kormány mindig sokat tett azért, hogy nőjön a fával és az erdővel borított terület. 1920 óta megdupláztuk erdőterületünket, több mint 2 millió hektár erdő borítja hazánkat. És hogyha megnézzük ezt az ütemet, akkor azt látjuk, hogy a rendszerváltozás óta több mint 200 ezer hektár erdőt telepítettek a gazdák. Ez egy tizede a jelenlegi erdőterületünknek. A gazdálkodók és az agrárkormányzat tehát nem csak bízik a jövőben, hanem aktívan tesz is az élhető jövőért. Olyan gyorsak ezek a környezeti változások, amelyeket a természet és ezek a fák nem mindig tudnak maguk lekövetni, ezért aktív munkára van szükség. Meg kell őket őrizni, és ehhez az aktív megőrzéshez tettünk egy újabb lépést azzal, hogy 20 magas kőrist fogunk elültetni itt a focipálya környékén. Én vágottam ki ezeket a fákat, de most ezeknek a helyére ültetünk. És ugyanilyen munkálatokat végeztünk a szabad strandunk területén, mert nagyon jók a fák, de biztonságot is kell, hogy adjanak. És amikor elindultak azok a műveletek, a visszavágások, kivágások, akkor rettentő sok kritikát kaptam a Facebookon keresztül, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Majd településünk egy idős lakója, Inci néni, a kis kerekes székével arra jött, és azt mondta, hogy én itt voltam ezeknél a fáknak az ültetésénél. De el kell fogadni, hogy nem csak az ember öregszik, hanem a fa is. És nagyon örül, hogy ez fel lesz frissítve. Inci néni azóta meghalt, de most egy picit az ő emlékére is, amikor önök beszéltek, eszembe jutott Inci néni, hogy egy picit most az ő emlékére is ültetünk, mert nem kell félni a változásoktól. Számomra ez természetesen jelképes, de azt gondolom, hogy a dominó első kockája lehet, mert ezeket a szavakat nagyon szépen köszönöm. Kicsinek tűnik, de lehet, hogy ennek egy nagyon nagy hatása lesz a településre, és talán a régiónkra is. De látjuk azt is, hogy hatékonyan tudjuk a fásított területek növelésével ezeket a klímaváltozás okozta hatásokat csökkenteni. A fák a településeken árnyékot adnak, úgy majd itt a focistáknak is ezek a megnövő fák, hűsítik a környezetet, megkötik a szállóport, oxigént termelnek. És hát ami nagyon fontos, hogy hozzájárulnak a település kép kialakításához. A külterületen kialakított nagyobb erdőterületek pedig még jobban kiegyenlítik a klímát, és még több szenet tudnak megkötni, és hát ami nem elhanyagolható, nyersanyagot is szolgáltatnak a társadalomnak. És ezzel a nyersanyaggal nagyon sok fosszilis energiahordozót és nyersanyagot tudunk kiváltani. Nagyon szépen köszönöm a Pilisi Parkerdőnek a támogatását, most is és korábban is, és azt kívánom, hogy ahogy a államtitkár úr és minden felszólaló elmondta, fásítsunk és menjünk előre a természetben is. Nagyon szépen köszönöm. És azt kívánom, hogy akkor ültessünk most egy kicsit közösen, jó? Nagyon szépen köszönöm a megjelenteknek, köszönöm, hogy itt voltak.